tagjai vagyunk, és egy előadásra készültünk nektek, ami a Goldoknak a szolgáiról, a Jaffákról szól, hogy hogyan kerültek rabszolgasorsba, és hogyan szabadultak fel. Ketten fogjuk prezentálni, az előadótársam Somogyi Marian, alias Ista, a Hattil Jaffáinak a vezetője, én pedig egy Goldod istenő vagyok, Hátor. Hogy hogyan is alakultak ki a Jaffák, és ez egy nagyon egyszerű történettel kezdődik. Az egyiptomi Isten Rá a Csillagkapu galaxisban és univerzumban egy Goa'uld... Az ablakat picit bezavar. Egy Rá nevezetű Goa'uld volt, aki felfedezte a Földet, és az abban rejlő potenciális lehetőségeket, többek között az emberi fajt. És rájött, hogy mekkora lehetőségek rejlik bennük, és ez abban bizonyosult meg, hogy ők lettek a Goa'uldok új gazdatesteik. Ezáltal arra a bolygóra költöztek, és felvették az ottani isteneiknek a neveit, szimbólumait. És így rabszolgasorsba taszították az ott élő embereket. Igenis, ebből a gazdatestekből lettek a következő Goa'uldoknak, a Goa'uld uralkodóknak a testei, és mivel ez a faj, Goa'uld faj fejlett technológiával rendelkezett, így őket ezáltal a technológia által istenítették és isteneknek hitték. És a föld népet rabszolgasorsba taszították, és több ezer éven keresztül uralkodtak velük. Azonban az emberek eleinte féltek ezektől az istenektől, isteneknek hitt fajtól. Azonban, ahogy teltek múltak az évek, évszázadok és évezredek, nem örültek ennek a sorsnak, amit rájuk szabtak, és fellázadtak. Fellázadtak Rá nagy úr ellen, és kiűzték őket a Földről, és ezáltal a Goa'uld faj másik bolygóra, másik galaxisra kellett költözni, de nem csak a saját Goa'uld népet vitték, hanem vitték az embereket is, és más bolygókra is emberi telepeket és lakosságokat hoztak létre, de hogy kiküszöböljék azt a problémát, hogy megint a nép, az emberi nép fellázadjon ellenük, genetikailag módosított gazdatesteket hoztak létre. Ez arra szolgált, hogy a Goa'uldok az egy parazita faj, lárvaként élnek eleinte, és egy emberi testre van szükségük arra, hogy kifejlődjenek. Ezt úgy oldották meg, hogy ez a genetikailag módosított embereket egy ilyen méhszerű, a hasba egy méhszerű szervet tettek, és ebbe a szervezetben nőtt ki a Goa'uld lárva, és ezáltal ennek az embernek hosszú életet és kikezdhetetlen egészséget biztosított. Ezekből az emberekből lettek a Jaffák. A többi emberből, akik nem rendelkezett ilyen képességekkel, maradtak ugyanúgy rabszolgák. És egy ilyen láncot kell elképzelni, hogy a legfelsőbb úr azok a Goa'uldok voltak, és a Goa'uld istenek. Alatta levő szint az a Jaffák, akik voltak a harcosok, és ők tartották fel a rendet, ő belőlük képezték ki a harcosokat, a katonákat. Több szintük volt nekük is, volt a sima hadsereg, és minden egyes Goa'uldnak volt egy első Jaffája. Ezeket úgy lehetett megkülönböztetni, hogy minden egyes Jaffának a saját maga istenének a jele volt a homlokára tetoválva, mint ahogy majd Istán is látjátok, hogy neki is ott van a Goa'uld istenének a jele. Az első Jaffának meg aranyból volt kijöntve ez a jel, és úgy volt a homlokán. Így egy függőség alakult ki a Goa'uldok és a Jaffák között, mert ugye a Goa'uldoknak kellett inkubátorként szolgáló Jaffa test, viszont a Jaffának meg szüksége volt a Goa'uld lárvára,
ugyanis nélküle nem élhetett, ugyanis amint belekerül a szervezetébe a golgot lárva, átvette az emberi immunrendszernek a szerepét. Tehát amint kikerült belőle, elvesztette ezt a képességet, és pár órán belül meghalt. Így köztük is egy függőség alakult ki. És innen kezdődött a bonyodalom. Nagyon sokáig, több ezer éven keresztül így éltek ebbe a függőségi rendszerbe, és nem lehetett megkérdőjelezni semmilyen goaldistennek se a hatalmát és az erejét, és akárki is egyszer megemlítette, vagy esetleg egy rossz szót szólt erről, hogy ők nem istenek, hanem ők is ugyanolyan halandók, mert volt a sorokban olyan rész, hogy meghaltak az istenek, akkor őket lázadónak titulálták, és azt a dzsaffát, vagy akár azt a rabszolgát rögtön kiközösítették, vagy akár a halállal, sőt az egész családja is halállal lakolhatott. Úgyhogy nagyon oda kellett figyelni arról, hogy mit tesznek, mind a rabszolgák, mind a dzsaffa katonák. Annyi különbség volt még a sima emberi rabszolga és a dzsaffa között, hogy a dzsaffák jólétben éltek, tehát hogyha tisztelettel adóztak az uraik iránt, jólétben éltek, ház volt, tető volt a fejük fölött, az élelmet is az uraiktól kapták, a rabszolgák viszont, hogy elhagyták a földet, ugyanolyan rossz sorsban éltek, ők is nyomornegyedekben voltak száműzve, ők művelték a földeket, ők főztek, ők bányáztak. Tehát ez a sorshoz náluk ugyanúgy megmaradt. Itt kezdődik utána a bonyodalom, amikor ez a sors megváltozni látszott, és nem voltak hajlandók folytatni ezt az életmódot, és erről a részről előadításon beszél. Köszönöm szépen! Tehát, ahogy kolléganőm is mondta, én a felszabadítással kapcsolatosan fogok nektek beszélni. Tehát ugye már elérkeztünk ehhez a bonyodalomhoz, amit említett Hathor. Tehát magában ugye mivel a galaxisokban ugye a goa'uldok uralkodtak, és eleinte ugye az emberek is és a dzsaffák is vakon hittek bennük, tisztelték őket, és az összes parancsukat szó nélkül teljesítették. Ugye több ezer évvel ezelőtt élt egy goa'uld, ő volt Ishkur, aki is a saját dzsaffa katonáiból kiválogatta a legjobb harcosokat, és egy speciális, külön elit egységet hozott létre belőlük, akiket a korábbiaktól némileg eltérően képeztek ki, más fegyvereket kaptak, tehát némileg módosították az eredeti dzsaffa fegyvereket, ezáltal ők egy jóval hatékonyabb sereggé váltak, ők kapták a legbonyolultabb és legnehezebb feladatokat, amiket sorra véghez is vittek. Ezáltal őket az összes dzsaffa tisztelte és egyben félte is. Ez az elit egység volt a Sodan egység. És hát egy alkalommal történt egy olyan, hogy egy idegen bolygóra tévedtek ők, vagy hát a küldetésük oda szólított őket, ahol is találtak egy idegen technológiát, ami számukra teljesen ismeretlen volt és jóval fejlettebb, mint amit előtte ők láthattak. Egyébként teljesen meglepődtek, hiszen hitük szerint az összes fejlett technológia a goa'uldokhoz kapcsolódik, hiszen ők az istenek, és nem létezhet olyan tárgy, amit nem ők teremtettek. El is vitték ezt a tárgyat Ishkurnak, aki hát megrökönyödött a tárgy láttán, hiszen még sosem látott ilyet, így hát nem is tudott mit kezdeni vele. Mert ez volt az a pont, ahol a sodánok rájöttek, hogy hát a goa'uldok nem lehetnek istenek, hiszen egy istennek mindent ismernie kellene ezen a földön, nem lehetne olyan technológia, amit ő nem ismer. Tehát innentől kezdve a sodanok megtagadták azt, hogy a goa'uldok istenek lennének, és erre próbálták a többi dzsaffát is felbuzdítani, felnyitni az ő szemüket is, hogy ne szolgálják tovább a goa'uldokat. Tehát a többi dzsaffa egyrészt félelmében, másrésztről a hitük vezérelve, nem hittek a sodanoknak, sőt, ugye az uruk parancsára ki is akarták írtani ezt a fajt. Azonban a sodanok elmenekültek erre a bolygóra, ahol ezt a fejlett technológiát találták. Idővel meg is tanulták használni ezt a technológiát, és ezáltal így biztonságban mások szeme elől elrejtve élhettek.
Ugye azt mind tudjuk, hogy a Goa'uld a kurulata világban az embereknek és a Jaffáknak ugye nem lehet szabad akaratuk, vakon teljesíteni kell a parancsokat, máskülönben ugye halállal lapolnak. De mi történik akkor, hogyha egy Jaffa akár olyan parancsot kap, ami ellenkezik azzal, amit ő jónak tart? Tehát ez az a pont, ahol ugye egy idő után, ugye, hogyha nem teljesíti a parancsot, akkor ugye azonnal kivégzik. Azonban, hogyha teljesíti ezeket a parancsokat, amiket ő helytelennek tart, akkor egy idő után ugye felmerül benne a kételkedés. Eleinte csak a lelkismeret furdalás elkezdik benne pislákolni, saját magát hibáztatja, vagy azt gondolja, hogy valami rosszat tett, hogy az Isten azzal bünteti, hogy ilyen tetteket kell végrehajtania, de ahogy telik múlik az idő, ez az érzés az átmegy a kételkedésbe és a tagadásba. Tehát ugye azt tudjuk, hogy hát nem léphettek föl nyilvánosan a goa'uldok ellen, hiszen ugye akkor rögtön halállal lapoltak. Tehát ezáltal ugye nagyon sok olyan Jaffa lehetett, akik ugye kételkedtek, és eljutottak eddig a pontig, hogy ők kételkedjenek abban, hogy a goa'uldok istenek, és az is lehet, hogy ennek akár a társaik között hangot is adtak. Na most akkor itt az egyik lehetőség, hogy a társai lebeszélték arról, hogy erről a dologról beszéljen, nem csináld ugyanúgy tovább a dolgodat, mint eddig, vagy különben megölnek. Esetleg azok a Jaffák, akik úgy gondolták, hogy nem, ők igenis hangot adnak véleményüknek, hát ők sajnos erre a sorsra is jutottak, hiszen a goa'uldok el akarják kerülni azt, hogy ugye megismétlődjön az a lázadás, ami a Földön történt, ezáltal csirájában elfogyják az összes ilyen lehetőséget, ami ide vezetne. Tehát ez így megy évezredeken keresztül, hogy a Jaffák kételkednek, aki hangot ad ennek, azt megölik, aki nem, azt pedig csak tovább szolgál. És előbb-utóbb ugye azok, akik kételkedtek, megöregszenek, meghalnak, eljön egy következő generáció, akiben ugyanez a folyamat lezajlik, de nem történik névlegesen semmi, vetetlegesen. És ez így megy évezredeken keresztül. És egy pont volt, amit megváltoztatta ezt a dolgot, mégpedig az a pont, amikor a tauri harcosai megjelentek egy goa'uld világban, ahol ugye Tilkel találkoztak, ugye ő Apophis első harcosa, és hát ő benne is már eljutott ez a kétely odáig, hogy tudta, hogy a goa'uldok nem istenek, és ahogy látta a tauri harcosainak a technológiáját, ugye ő már akkor eljutott arra a pontra, hogy ő tegyen is az ellen, hogy ugye a Jaffákat is, ugyanúgy, mint az embereket is rabszolgasorba tartsák a goa'uldok, és ugye fellázadta az Isten ellen, és csatlakozott a tauri népéhez. Ugye az azért is volt nagy érvágás a goa'uldoknak, hiszen ugye nem tudták csirájában elfojtani ezt a problémát, hiszen ugye Tilk megszökött, és hát nem is tudták őt ugye elkapni, és ezáltal ugye volt lehetősége arra, hogy megpróbáljon másokat is felbúzdítani a goa'uldok ellen. És ezáltal egyébként ugye Tilk maga gyakorlatilag ennek a Jaffák felszabadulásának a szimbólumává is vált. És ugye, hogy egyre több idő telt el, és egyre több helyre jutottak el ezek az információk általa, ugye egyre inkább ennek a lázadásnak a szimbólumává vált. És ugye eleinte még a Jaffák, akik még nem is kételkedtek Istenükben, ugye Tilk lázadását látva, már azért bennük is megkérdőjeleződött az a dolog, hogy lehetséges az, hogy az Istenek ezt nem látták előre, hogy egy ilyen probléma fenn fog állni, vagy Tilk fellázad ellenük, és hogy lehet az, hogy nem tudták elkapni és megölni Tilket. Tehát itt már azért több Jaffa fejében is elkezdett motoszkálni ez a dolog, és egy idő után már erről mertek is beszélni egymás között. És ugye későbbiekben, ugye ahogy a tauri népe ugye egyre több goa'uldot gyilkolt meg, ugye ez még inkább felerősödött bennük, hiszen tudjuk, az Istenek halhatatlanok. Hogy lehet akkor, hogy egy egyszerű emberi faj képes volt meggyilkolni őket? És ez megint csak elvezetett arra a pontra, hogy még inkább kételkedjenek a goa'uldoknak az isteni mi voltában. És egyre inkább felerősödött bennük ez, hogy ők nem istenek, sőt egyre több goa'uld lépett arra az útra, hogy ő akkor akármik a szolgálatban is marad, de már tudja az igazat, vagy akár egyre több ilyen istenellenes merénylet történt, a Jaffák elhagyták isteneiket, és ők különböző
goa-oldók szolgái egy helyen gyülekeztek, és azok a dzsaffák, akik eddig egymás ellen harcoltak, ők most összefogtak, hogy együttesen a szabadságért küzdjenek. És volt is egy mondat, amit ők, hogy mielőtt esetleg ilyen harcra került a sor még azokkal a dzsaffákkal, akik még az urukat szolgálták, ugye összeütközésbe kerültek, és az a lázadó dzsaffa, akit megöltek, ő azzal a mondattal a száján halt meg, sárkák nem ront, tehát szabadon halok meg. És ahogy ugye a többi dzsaffa is ezt látta, hogy ugye ők, ezek a lázadók, ezek nem hogy félelemben vagy halnának meg, vagy könyörögnének az életükért, hanem nem, ők igenis büszkén halnak meg. Így ezáltal ugye egyre inkább erősödött mindenkiben ez a tudat, hogy a goa-oldók nem lehetnek istenek. És hát ahogy telt múlt az idő, és ugye egyre több rendszerurat megöltek, és egyre inkább a lázadó dzsaffák kerültek többségbe, ugye így szépen lassan ugye a goa-oldók hatalma az teljesen megdőlt, hiszen nem volt, aki őket szolgálja és az ő nevükben harcoljon, hiszen az összes dzsaffa már kilépett ebből a kötelékből, és nem volt hajlandó őket szolgálni, tehát itt szép lassan a goa-oldók uralma az teljesen megdőlt. Ennyi lett volna. Köszönjük szépen a figyelmet. Van esetleg valakinek kérdése? Rendben, akkor köszönjük szépen!